És itt is vagyunk az első csatával, T26E5. Egyszerűen kimegyünk a bal szélre, és megpróbáljuk dominálni ott azt a pozíciót. TR9-es matchmaking. Igazából akitől nekünk aggódni kell, vagy akire figyelni kell valamilyen szinten, az a Conqueror, meg a IS-3-2. Mind a kettő erős tank, ugye nyilván a TD-kkel ott nem fogunk találkozni, illetve a S16 is lehet jó pozícióba, hogyha mondjuk itt ezt a részt játsza, vagy átjön a mi oldalunkra is itt ezt a két oldalt. Egy arti van, úgyhogy lehet kicsit agresszívabban játszani, belepörgetek a menzsbe, hogy ne tartson sokáig a videó. És itt láthatjátok igazából, hogy a tanknak a ágyúja az nevetségesen pontos. Tehát kettőből kettő lövés simán bement. Már most van 548 sebzésünk. Ezzel a tankkal egyébként ilyen távolabbi sznájpolásokat, ezeket mindenféle probléma nélkül megtehetjük. Följövünk a központi kontrollpozícióba, és megpróbáljuk dominálni itt ezt a részt. Ugye itt a fal mellett azért játszunk védő, nem tud belőni az arti. Minél több arti van ennél ezen a pályán, annál veszélyesebb, ugye ide oldalra, a mozgombot nyomogatom, annál veszélyesebb ide ezekre a részekre kijönni, ahol például most az IS-3-2 játszik. De hogyha nincs annyi arti, akkor egyszerűen megtehetjük azt, hogy kimenjünk oda oldalra, ahol most a 122 TM is játszik. Most ugye azért veszélyes az a pozíció, például nekünk, hogyha azon az oldalon vagytok, ahol a 122 van, meg konkrétan onnan az arti, innen ebből a sarokból, ugye ide már be tud ejteni. Ide meg a fal mellé nem. Normálisan egyébként az a pozíció a sokkal jobb, mert hogyha oda ki tud menni az ember, akkor nyilvánvalóan be tud farmolni akár ide, meg be tud farmolni ide a dombra huldámból. De ugye, mint említettem, az elég kockázatos. Ugye mi annyit csinálunk, hogy most innen folyamatos supportot lövünk, teljesen fölösleges egyelőre oda kimenni. Ugye az ágyunk az tökéletesen lehetővé teszi ezeket a hibázásokat büntetni. Az UDES az sajnos átjött talán, azzal nem nagyon tudunk mit kezdeni, mert a UDES-nek aznak nagyon jó a toronypáncélzata ebbe a pozícióba. Úgyhogy meg kell várni, amíg elkövet valami hibát. Próbáltam meglőni az alsó lemezét a Defendernek, de hát nem olyan egyszerű. Most már a V alakút lőttük, az igazából nem átüthető, hogyha itt szembe áll. Az IS-3-2-t ne kérdezzétek, hogy miért választotta ezt a pozíciót, tehát egyszerűen nem jó neki hozzá az ágyú süllyedése. Konkrétan nincs neki hozzá ágyú süllyedése. És itt igazából szeretném használni itt ezt a sziklát, ami itt van mellettem, mert úgy nekem konkrétan jobb lesz az ágyú süllyedésem. Kupoláját el tudok lőni a Defendernek, ugye innen föntről azért könnyebb, mint a földről. Próbáljuk 122 TM-nek a kupoláját, azt is be tudtuk lőni már 2471, tehát most arra egyébként elértük a 3G márkos elvárási szintet. Ezt kell tartani ahhoz, hogy a tank valaha 3 csillagos legyen. És az IS-3-2 az azt kell mondja, hogy itt ellehetetleníti számunkra a játékot valamilyen szinten. Tehát az, hogy ez itt tiritolizik, egyszerűen nem tudok tőle megfelelő pozícióba játszani, mert annyira toligálja a tankunkat. Ugye ő neki végképp nincsen ágyús ijedése, de így, hogy engem nem enged följönni, nekem aztán meg végképp nincsen. Hála Istennek most nekiállt küzdeni a üdössal, hagyott minket, és végre elkezdünk megint partiba kerülni, mert ugye így, hogy itt volt mellettem, igazából se ő, se én nem tud túllőni. Sajnos vagy egy, vagy kettő tanulnak jó ez a pozíció, most megint visszajött. Kapja is a lövést. És mindig, amikor elfordítja a tankot, akkor ugye nekem is vissza kell tolatni, mert különben blokkolnám. Itt igazából ezt T26E5-nek találták ki ezt a pozíciót, tehát ha jól megnéztek, hogy mi történik, ugye a kupolánkat tudta beütni a Conqueror, akkor tökéletesen láthatjátok, hogy innen, föntről itt ezt az egész térséget abszolút kontroll alatt tudjuk tartani. Hála Istennek a Conqueror az annyira bután játszik, hogy ugye nem minket néz, és minden alkalommal, hogy följön, hagyja, hogy meglőjük. Igazából nem értem, hogy mit csinál, tehát számomra ez teljes értetetlen volt. A Conqueror az
nevezhetjük úgy is, hogy öngyilkos lett. És mivel most nincs itt oldaltank, ezért már itt ezt a Huldánt, ezt arra használhatom, hogy konkrétan a Centurion befarmoljuk. Már 4000 sebzésünk van. Ami ennél a csatánál kiemelt fontosságú az az, hogy mi semmi más nem csinálunk, csak folyamatosan védekezünk és Huldánba vagyunk. Az ellenfél pedig kijön elénk. Tehát ez sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy ez a csata ez magából a hibázásból, illetve a furaságból adódik. Tehát a ellenfél valami érthetetlen oknál fogva, például az E5 is trekkel előre kitámad ránk oldalt. Tehát nyilván a E5 nem bír minket belőni, mert mi Huldánba vagyunk, ő pedig trekkel áll nekünk oldalt. Tehát nyilván ilyenkor azért rángatom a tornyot, hogy ne tudja ellőni a kupolát, és nemes egyszerűséggel lefarmoljuk. Tehát folyamatos track plusz damage alatt tartjuk, nem tud mit csinálni, visszaratta a tracket, vissza se tolatott, és már 5188 kombinálta, vagy 4969 sebzés, 363 spot az arti, ez nyilvánvalóan mindenkit balanszol az egész játékot. Picit belepörgetek, ugye megjelent a BZ, nem tudtuk meglőni, mert olyan pozícióban volt, hogy egyszerűen lepattintott minket, őszintén szóval nem is emlékszem, hogy hol akartam meglőni. Még egy kicsit belepörgetek. Kapott 502 sebzést a vézé, úgyhogy már 5600 kombinált. Átjövünk ide. Tökéletesen lőhető a Scorpio G, háttal megy. 4 kill. És nem tudom igazából, hogy érdemes-e még egyet belepörgetni. Belepörgetek még egyet. Ugye még a VZ-be még bele tudtunk egyet lőni, úgyhogy 5112 sebzés lett és 865 spot, 5758, ez már nyilván egy tankászkör volt. Alapvetően ezzel a tankkal nem nehéz játszani, tehát beáll az ember Huldánba és egyszerűen lő, aki tud, megtanulja a gyenge pontokat, becélozza, ellői. Ajánlom egyébként annak az embernek, akinek nincs kivéve kötvényboltból, hogy ezt a tankot vegye ki. Amit nem árt figyelembe venni, az az, hogy kicsi az alfája, és tanknak kevés a visszatartó ereje. Tehát gyakran lerohannak, vagy lejulóznak titeket pont a kis alfa miatt, viszont a DPM-e az egész jó. A Renegade-hez nem hasonlítanám hozzá, mert a Renegade-nek annak még jobb a DPM-e, és még jobb az ágyúja, viszont ennek kisebb a kupolája. A torony fölépítése jobb a Renegade-nek, mert hogyha magát a tornyot lövik el, annak azért sokkal erősebb még TR-10-be is a páncélja, tehát ezt a páncélzata, mert ennek azért be lehet lőni a tornyát TR-10-es tankkal, a Renegade-nek annak csak kupoláját, már hogyha egy amerikai tankokon belül hasonlítanom kellene. Bevegyünk középre. T26 E5-nek ez nyilván egy előnyös pozíció, arra kell figyelni, hogyha ide bejöttünk középre, hogy ugye csak a T49 van kint oldalt, úgyhogy nyilván ezt figyelembe kell venni. Egyből spot a T-R3-re, lövés, már most van 1000 kombináltunk, 1245 pontosabban, és nyilvánvalóan teljes bizodalommal tinkelgethetünk a dash-re, ugyanis semmiféle különösebb kockázatot nem rejt ebben a szögben. Kijött a R3, track plusz damage, már 1732 kombinált, T49 spotot kapott, itt van az udes. Simán overmatcheljük a páncélzatát, tehát ezzel az átütési értékkel semmi esélye nincsen, akárhányszor át tudjuk ütni, nyilván nem tud minket beütni, mert ugye a tornyunkat lövi. 2197. Megjelent Pershing Coma. Track plusz damage. 2447, és azt kell, hogy mondjam, hogy nagyjából ennyit kell tenni azért, hogy az ember 3 gammákon tartsa ezt a tankot. T49 össze-vissza furikázik a mi oldalunkon. Igazából egy meta spotter, láthatjátok, hogy így kell spotolni, jól. És érdekességképp 0.33-as szórású ágyúval láttátok az MIA-2-nek is simán előttük a frontlemezének a oldalsó részét, amit ő nyilván nem tudott volna megtenni, itt kipíkenünk a T-34-re is, ha megtehetjük, egyébként is tud minket eltalálni. És ugyanaz első lövéssel csak trekkelni fogom,
a T-92, de most láthatjátok a lőszer sebességet is, hogy miről beszélek. Konkrétan, amikor elkezd visszafelé fordulni a tank, simán el tudjuk lőni. Tehát ez a 1000... rángatózik a cél, ezt 1021-es lőszer sebesség, ez több mint kiváló. Tehát egyszerűen olyan könnyű vele ellőni a tankokat, hogy ez valami hihetetlen. Kaptunk egy amorekket a KPZ-től, viszont kiiktattuk, ami azt gondolom, hogy eléggé fontos volt. És látjátok, hogy a VT-nek a lövését, azt lövegpajzsal simán levettük. Nyilván, hogyha itt találná el a tankot, akkor lennének problémák, mert az azért egy eléggé jó átütésű tank. De így, hogy a toronyfrontunkat lőtte meg, így simán lepattanót eredményezett a lövés. Úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy 2070 lepattanónk van, 2151 sebzésünk, 1500 asszisztunk, amivel már bőven hozzátettünk a csatához. Tehát, hogyha most arra meghalnánk, akkor se lenne semmi, de ugye még vígan élünk, még egy csomó HP-nk van, úgyhogy igazából mostantól lehet elkezdeni majd pusholni. Elindulunk a T-34 felé, mert ez kézenfekvő. Hála Istennek a T-34 az annyira nem meta most már, hogy annyira rossz tanknak számít ezzel a gun handlinggel, ami neki van. Az átütési értékei még mindig jó, pláne prémium lőszerrel, de hát az igazság, hogy egy T-34-jel, egy T-26-előtt ellen a mai metában azzal a töltésidővel, hát semmit. Kb. Nulla esélye van. Ha megnézitek, hogy hányan játszanak most már T-34-jel, akkor nagyjából senki se. És sajnos ennyi volt a meccs. Még a VT-ből kaptunk egy kis spotot. 3934 kombináltat tudtunk elérni. 2193 sebzést, 1800 spotot, és azt gondolom, hogy ez a csata teljesen jól szemléltette a T-26E5-nek a erejét. Tehát egyszerűen beálltunk egy Huldán központi pozícióba, mindenkit citálva lőttünk, kispotoltunk, és ennyi volt a meccs. Hogyha tetszett a videó, akkor dobjatok egy lájkot és iratkozzatok föl. Sziasztok, Ván Zsók voltam!